Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gyomán-Györi Tűzmeládék Együttes nevében. Mi egyébként abban a bizonyos Umárt könyvesboltban próbálunk, amiről itt Kukrai művész úr beszélt az előbb, ugyanis az nem csak egy könyvesbolt, hanem egy kulturális művegy is. Onnan érkeztünk most, onnan hoztuk a hangszereinket, és ott szoktunk próbálni. Gyakori, ahogy hallották, hogy változások vannak a zenekarban, és amikor egy-egy új tag belép, általában az az első megjegyzés, hogy megpróbálok veletek játszani, tetszik, amit csináltok, de nem tudok verset megzenésíteni. Majdnem mindenki így indít. Aztán 2007-ben az akkori jegedűsi Gutenberg Anikó először csak úgy helyretett néhány hangot, mert itt zömében amatőrök vagyunk most is, a hegedűs, a zenetanár, ő az, aki fülel. És azután írt néhány közjátékot egy-egy dalhoz, és a végén beállított egy megzenésítéssel, mert hogy ez olyan dolog, hogyha benne van az ember, akkor kibontakozik. Ez lesz az első dalunk, József Attila, Mikor az utcán átment a kedves. Témája nyári táncvilágban, életerős fiatalok háborúba való bevonulása és halála. Tavaly a Sinka versenyen résztőn ez volt az egyik verseny. Keep it.
Azt hiszem, még sohasem állítottunk össze olyan műsort, amiben ne lett volna József Attila vers. Öltészet napjára kettőt is beletettünk. Ez a Költő Zseni nekünk is nagy kedvencünk, Ringató című versét 2010-ben megzenésítettük, de keveset játszottuk, mert sosem voltunk megelégedve a hangzással. Többszöri átkomponálás után tavaly végül született egy olyan kompozíció, amit sikerült megszeretnünk. József Attila, Ringató. Hihetetlenül rímel a világban most zajló háborús helyzetre, Bimolnár Zsuzsa mondás. Thank you.
megzenésítésünk tavalyik, de a Petőfi 200 emlékére mi is készültünk, és a Felnőtt ciklusából a Bánat egy nagy óceán című verset és a Sinka versenyre áprilisra zenésítettük meg. Petőfi Sándor, a Bánat egy nagy óceán. Felesége kérésére zenésítettük, mert de sajnos Feri bácsi már nem érte meg, hogy színpadra kerüljön. A klasszikus időmértékes archaikus szöveg megértése különösen nehéz. Ezért, mivel első hallásra nem tudnának vele mit kezdeni, úgy gondoltuk, hogy nagyon röviden összefoglaljuk a tartalmát. A csodaszarvas által a Kárpát-medencébe irányított magyar nép új színnel gazdagította Európát. A szarvastól kapott ragyogás, melyet azóta is sugárzunk, nem alszik ki soha. Fényünkkel ma is irányt mutatunk Európa népeinek. Szilágyi Ferenc, Regős ének.
következő dalunk története egészen szövevényes. A 2009-es internetvers fesztiválra Albert feltette a nyár című versét, amit ide a pályázatra is egyébként beküldött, a zsűri bevállalta, kikerült az internetre, és egy Münchenben élő magyar zenész kiválasztotta, elhozta a fesztiválra, ott megismerkedtünk vele, meghívott minket Münchenbe, kimentünk hozzá, és ott megkaptuk a dal játszási jogát ajándékba. Mi meghagytuk, meghangszereltük a zenekarra, és azóta szinte mindig a műsorunkon van B. Molnár Albert nyár című verse, amiről azért szintén egy mondatot hagy mondjak el, ugyanis úgy tűnik egészen sokáig, hogy ez a vers a régi aratások hangulatát idézi meg, egészen az utolsó versszakig ezt hallja a hallgató, ezt olvas az olvasó, és valójában a végkifejlet az izgalmas, a férfi és nő világot megtartó örök vonzódásáról zárul. Az aratás, vagyis a nyár, bimbolnával, de nyár. Thank you.
gyermekműsoraink állandó darabja Csóri Sándor Csodakutya című verse. Mindenkori tanítványaink kívülről fújták, ha diáknapok vagy olyan jellegű rendezvények voltak, ahol nekünk zenélnünk kellett. Ők is fogtak egyedi ritmus hangszert és ismerte az egész iskola. Ha esetleg ismerősnek tűnik, akkor bizonyára van olyan családtagjuk vagy szomszédjuk, aki a Dévabányai Szügyi Dániát leott református általános iskolába járt, mert ott tanítottunk sokáig, és azokkal a gyerekekkel tanítattuk meg. Csóri Sándor, Csodakutya. Egy picit elszabadultunk ezzel a verssel, örömködni szoktunk, picit talán távolabb vagyunk már a hangulatától, mert jó játszani. Először Ágnes 2016-os megjelenésű Viharkabát kötetének bemutatójára készült, aztán többet nem adtuk elő. Amikor a nyáron elővettük, már alig emlékeztünk rá, végül csak előjött a dallam, de a kompozíciót teljesen újra kellett építeni. Gerli Ágnes egy régi kínai versre. Belefáradtam,
tíz vagy a 60. Először a gitárosunk
az Újhold nevű zenekarából zenésítette meg. Méghozzá Mahovics Tamás, a néptáncos, talán itt Békés megyében kell ismerjék őt. Akkor együtt zenéltek Pistivel, ővé volt a dallam, Pistié a hangszerelés. Aztán egyszer csak úgy kezdtek már stílust váltani, nekünk pedig nagyon tetszett, meg különben is tűzmenedék, és elkértük, megkaptuk, és azóta ez a dal is szinte mindig benne van a koncertjeinkben. Bémolnál Albert, tűzmenedék. Yeah.